viszont a mobilitási problémák. Progressziót a plankbe vinni? Aha. Például plank progresszió, amit mi szoktunk alkalmazni, hogy először csak az egyik lábadat veszed el, aztán elveszed az egyik lábadat és az egyik kezedet, tehát úgy plankelsz. Akkor végig instruálsz engem azon, hogy lehet fejleszteni a planket? Persze. Először is kezdjük el úgy, hogy akkor plank. Sima plank. Úgy, ahogy eddig. Így van. Ide, ide. Így van. Ide. Rendben. És akkor most próbáljuk meg azt, hogy 10 másodpercre vedd el a jobb lábadat, tehát egyenesítsd úgy, annál magasabbra nem kell. Így van. Érezhető, hogy mitől progresszió, ugye? Hogy igen. Kibillent egyből, csak jó, cserélhetsz másik láb. Úgy. Megpróbáltad ugyanezt a karoddal. Ne ijedj meg. Nagyon más lesz. Igen, és látod, hogy már ki is dőlt a csíkot, tehát ez az, ami neked látszik is, hogy itt akkor már problémák, tehát a törzsizomzattal az ott lesz gond, és akkor nyilván ezt meg lehetne csinálni ilyen teljesen science fiction kategóriában, ahol ellentétes karláb van elemelve. Igen, itt azért ezt érezhető, hogy más a kihívás, de egyébként simán lehet azt is, hogy a plankedben, ne ragd le közben. Megyek vissza, értettem. Hogy a plankedben azt mondjuk, hogy ez mind szép és jó, és akkor most egy picit nehezítünk, tehát kapsz egy tárcsát a hátadra, de ha nem szeretnél tárcsát, akkor például játékos módon, hogy hogyan lehet a planket még nehezíteni, szoktunk olyat csinálni, hogy kapsz egy ilyen labdát, és akkor hát igen, neked itt most szerencséd van, mert itt egy olyan gödör van, amiben ha akarna, se tudna kiesni, ez a szerencsétlen teniszlabda, de mondjuk, ha ide tenném, ezen a helyen, akkor meg kéne tartani ezt a teniszlabdát, így van, mondjuk ott, és akkor onnan nem jöhetne le. Jó, tedd le, kérlek. Tehát van számtalan módja annak, hogy nehezítsünk, akár úgy, hogy az alátámasztásokból veszünk el, tehát a 4 pont helyett 3 vagy 2 pont, akár úgy, hogy a rád nehezedő súlyt növeljük, attól függően, hogy mi a cél, vagy éppen mit lehet veled megcsinálni. Azt szoktam mondani, hogy a lehetőségeknek a tárháza az nagyon széles, tehát ha van egy jól felkészült edző, akkor most elkezdenénk edzeni, valószínűleg 3 év múlva sem biztos, hogy találkoznál kétszer ugyanolyan feladattal, vagy ugyanolyan feladat sorral, inkább azt mondom. Egy fejlesztés során. De hát ehhez az kell, hogy megfelelő ismeretanyaggal rendelkezzen a másik oldal is. Plankedet szerintem külön.